Rosszul alszol, tudtad? Ebben a részben hackeket fogok bemutatni, hogy hogyan lehet jobb az alvásod, és ezáltal jobban fogsz tudni teljesíteni a napodban is. Kezdjük el, de előtte alszom egyet. Szeretnéd elfelejteni a szunti gombot? Örülnél, hogyha ezentúl minden alkalommal, minden reggel kipihenten ébrednél, kipattannál az ágyból, és teljesen boldog lennél szétszedni a napot teljes energiával? Ebben a videóban be fogom nektek mutatni azokat a tippeket alvással és produktivitással kapcsolatban, aminek örültem volna, hogyha sokkal korábban tudom, ugyanis megváltoztatta az életem. Ez igazából az én saját sztorim. Elmesélem azt, hogy hogyan vált a reggel a legkedvencebb napszakommá. És nyilván az alvásnak van ehhez a legnagyobb köze, de ez sosem volt igazából bajom. Aludni imádok, tök jól alszom, de az elalvás és az ébredés, na az egy teljesen különböző dolog. Spoiler alert, egy mobilapnak köszönhető az egész. Talán páratok van úgy ezzel, hogy amikor lefekszik, még pörög az agya olyan, mint egy Ferrari, elképzelem, sose vezettem, de egy pörög, és nem tud aludni. Ennek meg totálisan az ellenkezője akkor, amikor fel kéne ébredni, és csak így nyomod a szundikomból, forgolódsz össze-vissza, és mindenhez van kedve, csak ki kell, sem az ágyból. Na most nekem ez megváltozott, és most már nagyon könnyen tudok elaludni, és nagyon könnyen tudok felébredni is. El fogom mesélni, hogy mi ez az alkalmazás. Beszéljünk valamiről, amit én a rutin relativitásának beszélek. Nyilván nagyon egyszerű lenne, hogyha minden nap ugyanabban az időben tudnánk lefeküdni, és ugyanabban az időben ébrednénk. De talán sosem volt annyira igaz, mint ma, hogy annyira rohanó a világ, annyira változik minden, hogy nem tudunk mindig ezzel kalkulálni. És ez nem is feltétlen baj, az a baj, hogyha nem tudunk ehhez alkalmazkodni. Pro tip, ha például tudod azt, hogy nagyon sokat kell dolgoznod estig, nem tudsz sokat aludni, és másnap is korán kell kelni tovább csapatni, nem gond, de kalkulálj azzal, hogy a következő napon ez ki tud egyenlíteni, és többet pihenhessél a következő éjszaka. Számomra a 6 óra alvás az úgy alapnak tekinthető, de mégis amikor megnézem az appomat, amit mindjárt bemutatok nektek, akkor olyan 8,5 óra az, amit az elmúlt 5-8 évben tudtam magamnak átlagba produkálni, ez az, amit mondtam, hogy kiegyenlítem egyszerűen a dolgokat. A lényeg igazából, hogy kitaláljuk azt, hogy nekünk mennyi bruttó alvásra van szükségünk ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű mély alvást kapjunk. Én nekem úgy látszik, hogy ez a 8,5 óra az, amivel el tudom érni azt, hogy megfelelő mennyiségű mély alvásom legyen, és baromi jól tudjak ébredni. Te tudod, hogy melyik a legproduktívabb része a napodnak? Tudod, az, amikor teljes erővel elkap a flow, és benne vagy valamiben, észre se veszed, hogy hogy telik az idő, és az eredmény is teljesen patent oda tudtad tenni magad. Ugyanaz, amit már az előbb is mondtam, hogy ennek nincs egy jó válasza, ez mindenkinek más, és az a feladat, hogy meg tudjuk találni magunknak, hogy mi az. És itt jön még egy trükk. Valakinek ez reggel van, valakinek este. Tudjátok, szokták mondani azt, hogy írd fel egy dolgot, amit aznap el szeretnél intézni, vagy lefekvés előtt egy gondolatot írjál ki magadból, és akkor arra az egy gondolatra fogsz koncentrálni, miközben alszol, vagy arról álmodsz is. Bármit is csinálsz, a lényeg ennek az egésznek az, hogy tudd azt, hogy te neked mi a jó. És hogyha ez megvan, ekköré kell építeni egy rutin. Én például valahol egy ilyen reggeli emberré váltam, és baromi sokat segít, amikor felébredek, vagy egy kicsit meditálok, utána eszem valamit, olvasok, és egyből elmegyek, hogyha tudok edzeni, és edzés után van egy olyan 2-3-4 órás ablak, amikor brutál produktív tudok lenni. Mi az, ami neked ilyen? Ezt meg kell találni. Hogyha tudod, hogy mi az, akkor meg írd meg kommentben. A technológiai részben annyira nem szeretnék belemenni, mert annyi minden kütyű, app van, ha szeretnétek, hogy erről egy külön adást csináljak, akkor írjátok meg, de van egy app, amit Sleep Cycle-nek hívnak, ebből is van amúgy különféle verzió, amit baromira ajánlok nektek. Egyszerű, azt tudod megmondani, hogy te legkésőbb mikor szeretnél felkelni, és attól az időponttól vissza 30 percen belül igyekszik kitalálni, hogy te mikor vagy a legéberebb, ezért nem mély alvásba tudod, amikor én azt se tudod, hogy hol vagy ébredsz fel, hanem tényleg már majdnem, hogy fent vagy, és be tudod állítani, hogyha vannak okos lámpáid, hogy azzal ébresszen, milyen zenével, és ez baromi sokat tud segíteni. Sleep Cycle, ajánlom, több mint 5000 éjszakán van már benne.
erre jó az a cucc. Na de most pörögjünk tovább. Itt is vagyunk. A Zsuzsival fogok beszélgetni, aki az ittaszezon.com-nak az egyik alapítója, és amúgy az egyik legkedvesebb mentoromnak a felesége. Mi is dolgoztunk már együtt ilyen kommunikációs menedzsment képzésen, és most vállalkozik. Szeretném, hogy ti is halljatok róla. Így jó? Zsuzsival vagyok itt, aki a társalapítója az ittaszezon.hu, hanem .com-nak. Zsuzsit nagyon régóta ismerem, az egyik legkedvesebb mentoromnak a felesége, és már dolgoztunk együtt sok helyen. Ez meg az új projekted. Mi az, amiért fontos, vagy akár csatlakozhatnak? Jó. Igazából ez egy teljesen klasszikus hobbi projekt. Nem vagyok egyedül azzal a problémával, hogy mit adjunk enni a családunknak. Igazából ez a dolog annyira nem érdekelt a gyerekek előtt, ezt bevallom, de attól, hogy lettek gyerekeim, így mindenki fejezte a figyelmet, hogy fontos, hogy mit esznek, mi kerül az asztalra. És sokszor nem is az a lényeg, hogy jó legyen, hanem az, hogy egyszerűen ne utazzon sokat és ne tartósítsák. Olyan egyszerű, mint egy Airbnb, és ugye az, hogy Google Formal kezdtétek, tehát megvan a potenciál, hiszen az Airbnb is egy Google Formal indult. Jó, ezt nem tudtam tényleg. A saját munkáink, most pedig az én gyerekeim veszekednek a háttérben. És igen, azért egyszerű, mert ki lehet választani, hogy ki milyen termék érdekel. Mindig minden terméknél meg van hirdetve, hogy azt mikorra hozza a termelő. Amit a termelő mond meg. Tehát ő nézi a fájit, a sertéseit, ő tudja, hogy mikor lesz ebből kolbász, mikor lesz abban lesz. És így megírja, hogy nekem ez van, én meg tudom nézni a honlapotokon, hogy engem meg ezekből ezek érdekel. Pontosan, és akkor előrendelsz, a termelő meg annyit hoz föl, annyi almát szed csak le a fáról, amennyit megrendelt. Tehát az ő még maga közlésedik. Itt a szezon.com. Oda kell lenni a cetli. Menjetek rá. Hajrá, várunk. Már csak el kéne tőletek köszönöm, de a végére hagytam 7 tippet arra, hogy hogyan tudjunk leszokni a szundigombról. A legegyszerűbb az, hogyha megtaláljuk azt a motiváló dolgot, ami kidob minket az ágyból. Na jó, azért ez tipikusan olyan dolog, amit könnyebb mondani, mint csinálni, viszont van egy jó trükk, ezt úgy hívják, hogy a csábítás elmélete. A csábítás elmélete az, hogy jutalmazd magad mind pozitívan, mind negatívan. Tehát, hogyha felkelsz időben és ki tudsz kelni az ágyból, csak akkor ihatod meg a kedvenc ipasörödet, vagy akkor találkozhatsz a barátaiddal, ha ezt nem teszed meg, így jártál, nem kapod meg a jutalmat. A harmadik trükk talán a legfontosabb. Tudd, hogy mikor jó neked ébredni. Ezt a szervezeted megmutatja neked. A trükk az, hogy ne mélyalvás fázisba legyél, hanem a legéberebb. Ezért vannak az appok, ugye, amik a félórás időintervallumban a legmegfelelőbb pillanatban ébresztenek fel minket. Na meg feküdj le hamarabb. Tényleg kell az az utolsó fél óra, egy óra, amíg nézed a TV-t, YouTube-ot, nézed az Instagramot. Hamarabb fekszel. Kipihentebb leszel. Na és ehhez még egy dolog. Tedd minél távolabb a telefonodat. Hogyha mondjuk fel is kell kelned érte, és ugye csörög, akkor már felkeltél, jelez a tested, oké, már nem vagy az ágyba. Nekem ez nagyon sokat segít. Amúgy itt ugye egy trükk, amit már említettem, hogy egy pohár vizet egyből iszom, ahogy felébredtem. Itt van egy tipp, ami hasonló a csábítás elméletéhez, de igazából az, hogy fogjad meg a barátaidat, kollégáidat, diáktársaidat, és legyen ebbe az egy kicsit egy challenge, egy kihívás, hogy ha mindenki, például, hogyha minden nap fel tudtok kelni a héten a megadott időbe, akkor tudtok valamit csinálni, és aki a legjobb ebbe, az kap egy jutalmat. Ha fentiekből csak néhányat meg tudsz fogadni, akkor már úgy, ahogy működik ez az egész rendszer, hogyha fent vagy, felejtsd el azt, hogy létezik a szundi. Próbáld ki, az elején nehéz lesz, de hiszen minden rutin, minden szokás kialakítása egy változás. De ez az a típusú változás, amikre azt mondjuk ugye, hogy ez jó. Úgyhogy csináld meg, hogyha van más tippet, kérlek, oszd meg velem a kommentekben is. Lájkold be ezt a videót, hogyha tetszett, sőt, hogyha még nem vagy feliratkozva, nyomjál rá arra a gombra, a kis csengőre is. Instagramon is megtalálsz, ott minden nap posztolok, és remélem, hogy a következő videóban is találkozunk. Sziasztok!